Sok olyan történelmi esemény van, ami nem csak Makót és annak szűkebb környezetét, hanem az egész vármegyét érinti. Dr. Halmágyi Pál nyugalmazott múzeumigazgató döntött úgy, hogy jó lenne ezeket összefoglalni és feldolgozni. A cím adott volt, vármegyei füzetek, ugyanis Torontál, Temes és Csanád vármegye történetét kívánják bemutatni. Makó ezer szállal kapcsolódik a Marostól délre lévő úgynevezett bánáti részekhez. Rokoni szállak, Makóról kitelepült falvak vannak ott, de hát kezdjük onnan, hogy Espersit Nagyszent Miklóson született, ugye, és mégis Makón lett híres ember. Bartók Béla Marostól délre szintén Nagyszent Miklóson született. Tehát ezer szállal kapcsolódik a két régió. A Maros nem elválasztó vonal volt, hanem inkább összekötötte a két területet. A vármegyei füzetek egy sorozatot alkotnak majd. Az első részét dr. Marjanusz László írta, a Temesi Bánság vázlatos történeti útja címmel. A szerző magyar családon született, mindig is érdekelte, hogy kik láttak a felmenői, ezért kezdett el először kutatni. Feljegyzései, mely a könyv első részét képezik, az 1716-tól 1778-ig tartó időszakot ölelik fel. Majd ezt később egy romániai egyetem docense javaslatára kibővítette 1848-ig bezárólag. Érdekessége, hogy számos térképpel és földrajzi helynevekkel is ellátták a könyvet. A bánság Magyarország éléstárává vált. A bánság és a bácska együtt adta a magyar élet, a magyar kenyér termelésének az ömét, és Temesvár és a többi város, elsősorban hát a mezővárosok olyan fejlődésen estek át, amelyek osztrák jellegűvé, modern városképpé, modern polgári arculatúvá alakította át ezeket a dél-temesi bánsági településeket. Hát Temesvár az a kirívó példa, Kisbécsnek is szokták hívni. A most bemutatott könyv mellett elkészült már a makói születésű újságíró, meccénás Pulitzer József emlékezete, és szerkesztődik a harmadik kiadvány is. Ezt Gilice János készíti, az ezredévi ünnepségek Csanád vármegyében és Makón címmel.